A vármegyei listákról a szavazók valamivel több mint 61%-a, 88.538 fő nyilvánított véleményt. 2019-ben ennél 13.000-rel kevesebben járultak az urnákhoz. Az Alavej Vármegyei Területi Választási Bizottság nevében kijelenthetem, hogy a választás a törvényeknek megfelelően folyt, ez alába semmiféle probléma nem merült fel. Rengeteget dolgoztunk, megfelelő döntéseket hoztunk, és azt hiszem, hogy ez a választás a magyar demokrácia egyik győzelme. A közgyűlésben 15 képviselő látja el feladatait, melyre a szavazók több mint 57%-a a Fidesz-KDNP listáját tartotta a legalkalmasabbnak. Az azt jelenti, hogy a munkákat jól végeztük. Az az eredmény, ami a Vármegyében született, arra ad felhatalmazást, hogy folytassuk ezt a munkát. A Vármegyei feladat elsősorban gazdaságfejlesztés és vidékfejlesztés. Azt kell mondani, hogy ez csak összefogással lehetséges. A kormány, a vállalkozások, az önkormányzatok és a Vármegye összefogása. Ez példaértékű a Vármegyében. Bízom benne, hogy az az időszak, ami eddig volt, a Covid, a háború, ez ugyan megnehezítette ezt a feladatot, de hogyha egy irányba gondolkodunk és ugyanazt valljuk, hogy merre is kell haladni ennek a vármegyének, akkor a siker az nem maradhat el. A kormánypártok 9 mandátumot szereztek. A maradék 6 helyen a Demokratikus Koalíció, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum Mozgalom jelöltjei egyenlő arányban osztoznak.